Hello! Szavaztok gyerekek, Űrva csatornán! Hát, amint halljátok most már, vagyis nem halljátok, nem hallatszik be, talán, remélem, a ventilátor hang. Hát ne haragudjatok, az előző videóba sajnos ez benne szerepelt. Későn vettem észre, tényleg a feltöltés után Viola Bence írta, meg mások is, hogy zúg a ventilátor, neki megy a falnak, nagyon koppal és elhallgat. Hát ne haragudjatok tényleg, próbálok rajta módosítani. Valaki írta, hogy keeper nem foglalkozik vele, de egyszerűen nem vettem észre, ne haragudjatok. Remélem, hogy most már élvezhetőbb lesz a hangja a keepernek. A hangja. Na akkor szeretnék megmutatni egy-két dolgot, gyerekek. Hoztam épületeket is, úgyhogy ez egy kicsit ilyen vegyes felvágott lesz. Válogassatok belőle bőven, nyugodtan. Viszont annyit akartam mondani, szeretnék megmutatni, gyerekek. Azt a bőtjár, oda nézzetek, azért a modifikáció kép, mert azért megerőltette magát. Máma, bemutassuk az új modot. Das ist Vödör, amit a fejünkre lehet húzni a Das ist Vödröt, azért az kíváncsi lennék. Jó, nem kellene megint elökörködni a dolgot, azt akarom megmutatni nektek, hogy mi van akkor, hogyha én éppen válogatom a modokat, és tesztelgetem őket. Gyakorlatilag amit ti láttok, az így a felszín. Körülbelül így van a jéghegy, tudjátok, és akkor így van a teteje, ez az, amit láttok, amit nem láttok, azt szeretném prezentálni, mert amikor ugye berakosgatom a modokat, akkor ugye előtte letesztelgetem azért nagyjából őket, hogy mégis mire lehet számítani, hát akarok mutatni nektek, gyerekek, valamit. Nagyon örültem, hogy a Bizon Super Z 050 és Z 056-os Combine-t be tudom mutatni nektek például, és amikor így betöltődik, akkor így rá kell jönnöm, hogy ezt most lehet, hogy nem kellene bemutatnom, mert annyira nem sikerült a mod. Nem nagyon értem, hogy miért van az, hogy a moderek kiengednek a kezükből olyan modokat, amik egyszerűen nem működnek, és feltöltik az összes létező oldalra. Ezt nagyon szomorúnak tartom, hogy nem tudom, nem tesztelik, vagy miért van ez. Gyakorlatilag itt mindent is lehet változtatni, de hát ugye semmi nem látszik, meg nem is működik. Úgyhogy nagyon sok ilyen mod van. Úgyhogy amit láttok a tesztekbe, az tényleg a jéghegy csúcsa. Itt ilyenek, ilyen kis finomságok is nyam-nyam-nyam tudnak lönni a keepernél, amikor így próbálgatja a dolgokat. Na szóval, akkor megmutatom, ez itt a Terike szobája, ez meg a anyué. Itt lakik az Angilali. Na jó van, nem hülyéskedek. Amit hoztam nektek, mindig azt mondom, hogy nem hülyéskedek, azt hülyéskedek. Csesszetek le, gyerekek, mert különben mindig hülyéskedni fogok. Na figyeljetek, van itt nekem egy ilyenem, egy vödör. Szerintem ez tök jó, autentikus, szuper jó kis kicsi falmra. Szerintem a vödör az elengedhetetlen. Ugye lehet vele merni mindent is. Na akkor itt van a Terike szobája. Ne haragudjatok. Remélem mindenki ismeri az Angilali mémet. Ez egy üzemanyag töltőállomás. Egyébként csak 1240 litert enged ugye beletöltődni. Viszont azért hoztam el, mert ugye többen így szeretitek az ilyen kis autentikus, ilyen kicsi gazdaságba kezdős dolgokat, és szerintem ez elengedhetetlen, hogy nem egy nagy benzinkutat raksz le, hanem gyakorlatilag itt tudod tölteni ugye a gépeidet. Tök jól meg van csinálva, ugye szépen szép a textúrája, kicsit koszos, de mégse annyira ilyen kis szögvasakból van összehegezgedve. Ugye rá van ragva egy ilyen pisztoly, egy üzemanyagszűrővel, vagy üzemanyagszűrővel, igen, ez egy ilyen, azt hiszem úgy is van elnevezve, hogy Small Gravity Fuel Tank. Tehát gyakorlatilag a gravitációnak köszönhetően jön belőle. Nem akarok túl sokat beszélni róla, de szerintem egy ilyen mod is nagyon sokat tud dobni a hangulaton és a játék melletten, hogyha éppen amivel épp küzdesz. Másik dolog, amit hoztam, ezt a dolgot én már használtam Farming Simulator 19-ben is. Én nagyon szeretem, hogyha így be tudom táplálni ugye különböző összetevőket a teljes takarmány keverékhez, és tudom egy ilyen szerkezetbe bekevertetni, és utána ezzel tudok szépen gazdálkodni, és tudom, hogy éppen mi történik. Ugye van neki szép jó kis kezelőpanelje, látható ugye, hogy a füvet, a szalmát, a szilást mennyit raksz bele, mennyi van benne éppen, és ugye a kimenő termék az nem más, mint a teljes takarmány keverék. Szerintem tök jó, nagyon bírom. Egy nagyobb farmon mindenképpen
frankó lehet. Van szép kis kapcsolószekrény, minden ugye tök jól működik, beleöntözöd a dolgokat, és akkor az állatok megkeveri a cuccot. Farming Simulator 19-ben emlékeztek rá, hogy egy ilyet már használtunk. Amit még hoztam, az nem más, rácok. Nem az Etor traktor, hanem egy ilyen homemade, sőt, egy self-made kultivátor. Ami ugye a self-made nem jelent más, mint hogy saját magad által készített, és nekem ez nagyon-nagyon bejön. Én nagyon bírom az ilyen cuccokat, ami konkrétan itt hátul ugye borona van, elő egy ilyen kultivátor rész, egyébként lehet ezt úgy is megvenni a shopba, hogy a borona nélkül, de viszont én úgy gondolom, hogy ez a borona rengeteget dob rajt. Tök jó, hogyha neki mész, akkor ilyen így leng, meg hogyha mész vele, akkor is például működik, tehát így leng. Lengenek a dolgok. Nagyon jó. Mindjárt meg is mutatom. Egy. És akkor ugye fékezel akkor előre, hátra, látod, úgyhogy szerintem ez egy epic jó kis mod. Mindjárt vegyünk egyet, ezt kultiválunk vele. Én majd tesztelgettem, én igazán próbálom tesztelni azokat a... Nyomunk egy H betűt. Dolgozzon egyet a segítő. Nézzük meg, hogy viselkedik. Nagyon tök jó kis cucc. Ilyenekből ugye egy gyűjteményt mindenképpen fogunk varázsolni, hogyha elkezdünk. Kicsibe gazdálkodni. Pont Sasza haverom mondta, hogy elkezdtek. Engem is mindig hívnak Farming Simulator 25-özni multiba, csak mondtam, hogy nem valami jó, mert becsiteltek ilyen nagyon sok pénzt, és nincs kihívás. Szerintem pont az érdekes tud lenni egy ilyen Farming Simulatorban, amikor a legelején kevés pénzzel kezdesz, és úgy próbálod növelni a gazdaságod, és akkor ugye lesz sikerélményed. Na, srácok, akkor menjünk tovább. Egyébként ugye a mélyebb talajdeformáció mód, az benn van, és benn is fogom hagyni a tesztekhez is. Hát hoztam egy gépet nektek, amit tesztelni fogunk. Kettő gépet hoztam. Az egyik az nem egy annyira nagyon kirívó dolog, viszont akarok arról mutatni, gyerekek, akarok arról mutatni egy képet, mert itt jobban meg tudjátok nézni, úgyhogy ne aragudjatok egy pillanat, és akkor ezt az ide bedobom, és akkor meg tudjuk nézni. Itt van ez a kép, amin jobban látható az, amit mindjárt fogok mutatni, srácok. Ne aragudjatok, hogy itt tökörészési van, de szeretném ezt prezentálni. Mert nem tűnik nagy dolognak, de én úgy gondolom, hogyha egy ilyen bekerül a játékba, és egy modell azzal foglalkozik, hogy ilyen bekerüljön. Aj, a kubotán, gyerekek, megláttátok a kubotát! Itt valakik az angilali. Ebbe a gépbe a készítő konkrétan kicserélte a kijelzőket. Egy az, hogy ilyen darkos stílusúra, ugye ez egy 900-as fent, és működik. Minden működik rajta. Az a baj, hogy itt annyira nem tudom megmutatni. Ugye nincsen benne nekem az, hogy előre tudjak hajolni a kabinba, de látjátok például azon a kijelzőn, hogyha felkapcsolom az első lámpát, akkor látni, hogy a visszajelző működik. Ha felkapcsolom ugye a hátsó munkalámpát, akkor működik a visszajelző. Ha felkapcsolom az első munkalámpát, működik a kijelző, mutatja. Ha felkapcsolom a fényt, vészvillogót, nem vészvillogót, tudjátok, hogy mire gondolok, azt akkor is működik. Egyébként működik rajta fordulatszámmérő, minden, úgyhogy szerintem ez egy böszme jó mód. Itt egy kicsit jobban meg tudom mutatni nektek, gyakorlatilag minden működik ezeken a paneleken, és szerintem tök jó. Itt vannak ugye a lámpák itt elől, látod, ott van a kilométer, a üzem óra kijelzés és minden. Nem tűnik egy olyan túl nagy módnak, de szerintem tök sokat tud dobni a játékélményhez, hogy ilyen apróságok is. És egyébként George ebből kérdezte, hogy mi bajom a nem retro gépekkel. Hát semmi bajom nincsen vele egyébként. Egyáltalán. Csak nekem azért egy ilyen sarkalatos pontja ezeknek a modoknak a retro gépek, mert azok nem nagyon vannak ebben a játékban. Ugye modern gépet azt találsz bőven, viszont retro gépek gyakorlatilag néhány darab ilyen. Na, hoztam egy kubotát, néhány darab ilyen. John Deere például van, amelyik idézőjelesen retro, 90-es években vele, de annyira túl sok nincs. Na, hoztam egy ilyen kubotát, gyerekek, aminek azt nézem,
hogy a kereke, a gumija az vizesedik, viszont a textúrája az nem nagyon változik. Ez igen, kisebb munkákhoz tök jó lehet ez a gép, meg még ráadásul, hogyha tényleg csinálsz egy ilyen kicsi farmot, akkor nem lehet rossz, ugye max 20-szal tud menni. És azért, mivel ez nem egy olyan nagyon erős gép, csináltam, hoztam ide még egy pótkocsit, és ezt itt fogjuk hagyni, és a kisebb traktorokat fogjuk tesztelni ezzel. De tudjátok, mit először próbáljuk már ki arra a nagyra. Gondolom, mindenki arra gondol, hogy próbáld már, akaszd rá! Akaszd rá azt a 50 tonnát! Jó, ráakasztottuk. Onnan egy gyerekkel, ha meg sem mozdítjuk, jó? Megyünk a másikhoz, ami lehet, hogy az is kicsit nagy lesz, viszont tudunk belőle kiengedni, ugye? Tudunk belőle billenteni, és akkor esetleg... Egyébként bírom az ilyen gépeket. Oké, okay, jó ez. Oké, okay, nagyon jó. És akkor tudjátok, a szokásos módon fogjuk csinálni. Tempomat 15. Szerintem soha nem fogja elérni azt a sebességet. És nyomunk egy 3-as gombot, és verjük neki, mint az őrület. Figyeljetek, kapcsolok egy idejét, egy lámpát. Hátsó nincsen rajta. Jó, de mindegy. Hoppá, megindult, mint az őrül gyerekek ez. Mögyön. 12, ne vicceljé. 5-4. Aha, ja, ez egy összkerekes gyerek? Igen, ez egy... Aha. Ez komolyan egy összkerekes? Összkerekes, ott van a kornál. De szerintem ez itt azt mondta, hogy elég jó volt. Ezért gondoltam azt, hogy ilyenkor azt csináljuk gyerekek, hogy egy picit billentünk belőle, mondjuk lemegyünk egy 70%-ra, jó? És akkor utána... Aha, már nem tér ide több. Nem tudom kivillenteni, mert nem fér több oda. Jó, nézzük egy 75%-on. Hát itt nem vannak bajok, gyerekek, hát vannak bajok. Na, tempomat. Ez lehet még üresen is sok lenne neki, mert szerintem tök reális. Ugye nyomunk egy olyat, hogy oldalra billentés, hogy valami ez. Lemegyünk egy 50%-ra, megpróbáljuk, jó srácok? Hát itt egy kicsit gyorsabban jön belőle. Jó, egy 53%, és akkor 3-as gomb, adjál neki, more! Hát nehogy már, bazza itt ennyire. Ne add föl! Küld neki! Rendesen szurkolok a kis kubotának, komolyan mondom. Hát valami legyen veled. Hát ennyire nem lehetsz, béna! Ó, gyerekek, hát akkor még egy kicsit. Még egy kicsit izélünk belőle. Másik oldalra is büllentünk. Nem tudom, lemegyünk egy 25%-ra, hát az csak elviszi. 27, jól van. Adjunk neki, hajrá! Innen már menned kö, testvérem! Szurkoljunk ennek a szerencsétlen kis kubotának! Jó, hát nem a sárba... Jó. Menj, indulj! Jó lesz ez, meg lesz. Egyébként legalább a kerekei koszosodnak, ahogy látom. Azok valószínűleg ugye a Farming Simulator 25 kompatibilisek. Maga a gép az annyira nem. Azt a gyerekek. Hát szenved, mint a Pilátus macskája. Szerencsétlen, meg ide-oda váltogat. Egy manuál váltóval lehet, hogy jobbat okoztunk volna neki. Edd neki, na! Jó, most... Aha, egybe. Jó lesz az egy, ne váltsa fő kettővel, nem fogja bírni, testvérem. Ma, hagyjad az egybe. Jó, most ez köllött neked megint. Kézzom ezt a gépet, hengerfej, megy a levesbe. Na várjatok, akkor még egy kis izé lesz. Engedés, hátrafele. Megpróbáljuk üresbe föl tudod húzni, vagy valami lesz veled? Ez az meg is indult, oda nézni, az őr üresen elviszi ezt a pautkocsit. A háromba fölváltott. Igen, a... Tudjátok, mit kellene ilyenkor kipróbálni? Hogy adni neki egy feladatot, hogy hova menjen, és megadni neki, hogy oda föl. Akkor ezt hogy oldaná meg? Ugye a mesterséges intelligencia.
Jó, hát üresen nagy, de ezen fevánszorok, de szerencsétlen. Azért ez nem ide továbbák ki. Meg ráadásul lapul is rendesen ugye most a talaj, bár ez nem annyira nehéz. Szerencsétlen. Hát a nyomtáv gyakorlatilag a pótkocsinak a kerekei között van a Kubotának a nyomtávja. És ott is húzunk kettő darab csíkot, meg nyomot, meg a pótkocsinak a kereke is. Jó, hát ez van, gyerekek. Az meg ottan okosba csinálja a területet. Figyeljetek, most már üröm neki, ne viccelj. Én meg akartam próbálni, hogy a nagy pótkocsival fölmenjen. Hát, gyerekek, azért ez ilyen kell, ház körüli munkára jó, de másra nagyon nem ajánlatos. Itt meg van egy kis szántott rész, még ott azt megpróbálnám. Belevinném ide a szántásba. Tehát semmi, hogy vesekövünk nem lesz szerintem így. Jóó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 
Mint igen. Igen, gyerekek. Hát ez a Kubota, ez, ez ilyen kis aranyos. Hogy túl sokat ne várjunk tőle. Viszont az a durva ugye, hogy mivel benn van ez a mód, hogy jobban lapulja a terület, még egy ilyen kicsi traktor alatt is ilyen eléggé brutálisan belapul. Jó, gyerekek. Egyébként annyira nem rossz. Tök jó, ki is sütött a nap. Örül a kis Kubotának, szerintem kis kellemes. Mondjuk róla véleményt, mert ezelőtt írtátok, hogy legyen már olyan, hogy itt tesztelem különböző szempontokból a járművet. Legyen grafika, fizika és valósághűség, jó? Srácok. Úgyhogy ilyen szempontokból fogunk vizsgálódni gépjárműveknél. A, szerintem a grafika, hogyha jó lenne a textúrázottsága, és nem ez az ótvar régi farming szimulátor, 15-17-ből visszamaradt textúra, akkor nem lenne rossz. Maga a poligon szám annyira nem vészes ez szar. Igen. Leginkább ez a, ez a, ez a textúra az, ami nagyobb bántó rajt. Tényleg egy új textúrával szerintem tök élhető lenne. A, úgyhogy én a kinézetre egy 5 pontból adok rá egy 2-t. Egy 2-t. A, mint a fizika. Fizika szerintem tök jó. Szerintem jól meg van csinálva. Egy kicsit talán túl gyorsan ugrik. Túl gyorsan eléri a max sebességet. Az egy kicsit nekem fura. Gyakorlatilag a gyorsulás az... Egyből 20-on van. Nem is egyből, de... Mondjuk nem, nem annyira veszélyes. Fizika szerintem jó. Fizikára adok egy 4-es neki, és a valósághűség, ami azt jelenti, hogy mennyire csites vagy mennyire nem, én azt simán adnék rá egy 4-es 5-öst, mert én úgy gondolom, hogy ez egyáltalán nem csites, körülbelül így húzná el egy ekkora portkocsit sárba, dobnak felfele egy ilyen kicsi Kubota. Azért nem adok rá 5-öst, mert szerintem azért egy alacsony sebességi fokozatban inkább elrugna, minthogy a motor fáradna el. Ugye szinte nem is rugott meg, hanem gyakorlatilag csak a motorral volt probléma. Viszont ezek a vékony kerekek szerintem a sárba inkább rugnának el. Úgyhogy ennyit erről. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ígérem, hogy hozok minél több modot nektek. Próbálom mindig válogatni a legjobbakat minden napra. És érkezem. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy jönnek a komolyabb modok, jönnek a MTZ-k, rábák, kirovecek és a különböző komolyabb traktorok. Van nagyon sok olyan mod, ami gyakorlatilag olyan szinten változtatja meg a nem modolt járműveket, amik vannak FS25-be, hogy például nagyobb űrméretű lesz mondjuk egy pótkocsinak ugye a szállítható tövege, vagy pedig nagyon nagy vágó szélessége lesz egy kombájnak, ugye. Ilyeneket nem szeretnék bemutatni, semmi értelmét nem látom, hanem tényleg olyanok, amik ilyen teljesen autonóm modok tudnak lenni, tehát külön is értéket képviselnek, nem csak gyakorlatilag átirogatják a gyári
gépeknek az értéke. Nagyon sok olyan van, hogy mondjuk egy gyári traktor, át van írva, hogy 1000 lóerő. Köszönöm szépen, hát ilyeneket nagyon nem szeretnék bemutatni. Na, jók legyetek, holnap érkezek modtesztel, remélem, hogy jönnek folyamatosan az egyre izgalmasabb modok. Linkek a leírásba. Köszi szépen, sziasztok!